szakmai nap, rangos elismerés, szép eredmény matematika versenyen, tavi napig Tiszafüreden. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 17-én 18 óra 5 perckor. A ProHumán Magyarország piacvezető HR szolgáltatójaként kiemelt céljának tekinti a munkavilágának elérhetővé tételét olyan emberek számára is, akiknek foglalkoztatása a megszokottnál esetleg több támogatást, körültekintést igényel. Ennek szellemében tartottak szakmai napot a Városházán, amelyre meghívták a helyi és környékbeli cégek, civil szervezetek képviselőit. Ignác Béla cégvezető elmondta, a vállalat a megváltozott munkaképességű emberek számára is már számos olyan foglalkoztatási programot indított, melynek keretében hosszú távú és stabil munkalehetőséget teremtettek. A ProHumán, mint Magyarország legnagyobb HR szolgáltatója, jelenleg 17 településen vagyunk jelen, az egyik ezek közül Karcag. A korábbi stratégiánk része volt, hogy a megváltozott munkaképességűeket több telephelyen is foglalkoztatunk, így ez a régió is kiváló lehetőséget biztosított a számunkra, hogy a nyomdaipari tevékenységet elkezdjük közel 4 évvel ezelőtt. Azóta tavaly új üzemben költöztünk, és jelenleg már több mint 70 fővel folytatjuk itt a tevékenységünket. Karcagon is indult már ilyen program, amelynek további kiterjesztését is tervezik. Én azt gondolom, hogy az, amit az elmúlt 4 évben letettünk a térségben, az egy sikeres projekt, megmutatja azt, hogy megváltozott keretek között is lehet hatékony és jó tevékenységet és feladatokat ellátni, és azt szeretnénk, hogy a térség többi munkáltatója is lássa ezeket a lehetőségeket, és éljenek azzal, hogy a jelenlegi nagyon feszes munkaerőpiaci helyzetben is vannak olyan alternatív megoldások, mint például a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, amely azt gondolom, hogy egy jó irány, jó lehetőség arra, hogy a most még betöltetlen hiány szakmákban adott esetben őket is foglalkoztassuk. Magyarország legnagyobb HR szolgáltatója 17 településen van jelen, az egyik ezek közül Karcag. Több száz típusú munkatevékenységet biztosítunk, tehát igazából ami a magyar gazdaságban megtalálható munkakör, mi mindenre toborzunk. Nyilván a megváltozott munkaképességűeket ezen a telephelyen főleg gyártási tevékenységgel látjuk el, de a miskolci telephelyünkön például a call center tevékenységet és adminisztratív munkát is végeznek ezek a kollégák. Horváth Tibor a szakmai nap egyik szervezője elmondta, a cég régóta jelen van Karcag térsége foglalkoztatásában is. A cégünk régóta elkötelezett a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását illetően, és régóta jelen vagyunk itt Karcag, illetve Karcag térség foglalkoztatásában is, és azt gondoltuk, hogy szükség lenne Karcag, illetve a karcagi régió életében egy olyan szakmai napra, ahol mi, mint foglalkoztató, mi, mint rehabilitációs szolgáltató együtt tudunk kommunikálni, egyeztetni azokkal a szolgáltatókkal, foglalkoztató cégekkel, akik szintén MMK-s vagy hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásával, vagy pedig az ő segítésükkel foglalkoznak. És azt gondoltuk, hogy ez egy szakmai nap lehetne akár egy kezdete, egy nyitánya, egy hosszabb egyeztetésnek, egy szakmai együttműködésnek, egy szakmai tömörülésnek, ami révén segíthetjük ezeket a hátrányos helyzetű munkavállalókat. A mai napon a régió foglalkoztatóit hívták szakmai napra, mint rehabilitációs szolgáltató. Próbálunk teljes képet adni a megváltozott munkaképességű munkavállalók helyzetéről, mit akar ez a definíció, mit jelent, mivel jár az ő foglalkoztatásuk, milyen nehézségekkel jár, mert el kell ismerni, hogy nehézségekkel jár az ő foglalkoztatásuk, miket lehet tenni, hogy ezeket a nehézségeket kivédjük, és mik azok a célok, amik ilyenkor vezérelhetik a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt, és miért éri meg odaállni emellé az ügy mellé és foglalkozni igenis, akár a megváltozott munkaképességű, akár egyéb hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásával, mik ennek a pozitív hozadékai. Az előadások a jogszabályig nagyon sok mindent érintenek, hogy teljes képet adjanak a megváltozott munkaképességű munkavállalók helyzetéről. Természetesen jogszabályi háttereket is érintjük. Kötelező szabályozás ilyen téren nincsen. Rehabilitációs hozzájárulási adóval megfizetésére van kötelezve az a cég, aki nem foglalkoztat kellő számú MMK-s munkavállalót, de effektíve törvényi kötelezettség a foglalkoztatásukra nincsen. Nem is célszerű, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ez lehet, hogy kontraproduktív lenne egy ilyen jellegű kötelező foglalkoztatás, hiszen nem minden munkáltató
látható áll készen. Valóban elég sok minden intézkedést meg kell tenni ahhoz, hogy az integrált foglalkoztatás meg tudjon valósulni a munkahelyeken. Szepesi Tibor polgármester elismeréssel szólt a Prohumán cégről, mely Karcagon is megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, és azt jól végzi. A Prohumán cég nem olyan régen telepedett meg településünkön, és ugye elsősorban megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, és azt gondolom, hogy ezt a munkáját a városban nagyon jól végzi, nagyon elégedettek az ott dolgozók, és hát természetes, hogy mint minden cégcsoport, ők is szeretnének fejleszteni. Ennek legnagyobb lépése az újabb munkaerő megkeresése, bevonása ebbe a tevékenységbe, így természetes, hogy a térségben is szeretnének nyitni a munkaerőpiacon. Természetesen a cég folyamatosan fejleszt, hiszen nem olyan rég került átadásra egy újabb üzemegysége is itt a városban, és nyilván folytatni szeretnék ezt a fejlesztést. Tehát ehhez kell megkeresni azokat a partnereket, civil szervezeteket, olyan egyesületeket, alapítványokat, akik ilyen munkavállalókkal, ilyen tagokkal foglalkoznak, és hát természetesen őket beintegrálni gyakorlatilag ebbe a foglalkoztatásba. Nemrég került átadásra újabb üzemegységük a városban. A fejlesztéshez a szakmai napon is keresik azokat a partnereket, civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, akik ilyen munkavállalókat foglalkoztatnak. A rendőrség napja alkalmából a Karcagi Rendőr Kapitányság 4 rendőre is rangos elismerést kapott. Mai adásunkban Labac Mihály rendőr főtörzs zászlóssal készült interjúnkat láthatják. Labanc Mihály rendőr főtörzszászlós részére Szent György érdemjelet adományozott a belügyminiszter. Hatalmas megtiszteltetés számomra ez a belügyminiszter úr által adományozott Szent György érdemjel, hiszen nem csak a munkámat, hanem az immáron 31 éve végzett szakmai pályafutásomat is elismeri. Nagyon jó érzés, és tisztelettel megköszönöm a testületnek. Tisztelettel megköszönöm a vezetőimnek és a közvetlen parancsnokomnak azt, hogy ezt az elismerést átvehettem, és nem utolsó sorban nagyon megköszönném a családomnak, aki mindig és mindenkor kiállt mellettem, a megfelelő háttért és a szeretetteljes családi légkört biztosította. Gyerekkorában is mindig az igazság mellé állt, szerette a kihívásokat, így nem véletlen a rendőri hivatás. Nem volt családi példám, de egyébként is mindig szerettem a kihívásokat, mindig a igazság mellett álltam, mind gyermekkoromban, mind ifjú felnőtt koromban is, és alapvetően ez volt a motiváció, hogy a rendőrség testületébe beálljak és itt dolgozzak. Sok szerte ágazó feladatban vett részt, ahol tudást szerzett. Évekig kuriózum volt a megyében a kutyás rendőri szolgálata, amire ma is büszke. Német juhász is mellette, ami ugye nyilván a szolgálati kutyáknak a legújabb generációja, illetve a legjobban és a legszertágazóbban bevethető, az a belga juhászkutya Malinois. A kikapcsolódás mellett azért a objektivitása is mindig megmaradt a munkájában. Igen, bár a munkám a szubjektivitást nem tudja háttérbe helyezni, de alapvetően mindig is minden tekintetben objektívnak kell, hogy maradjunk, azért, hogy az emberekkel a legmagasabb szinten tudjuk bánni és segíteni nekik. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában igen szép, kiemelkedő eredményeket ért el Paksi Zoltán, második A-osztályos tanuló a Nemzetközi Kenguru Matematika versenyen. Paksi Zoltán meghívást kapott Budapestre az ELTE természettudományi kar bójai termében megrendezésre kerülő országos ünnepélyes díjkiosztóra, hiszen több ezer versenyző közül az ország legjobbjai között szerepel, pontszám alapján 6. eredményt érte el. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány által szervezett igen rangos országos hírnevű Zrínyi Ilona matematika verseny iskolai és megyei fordulójára is lelkiismeretesen készült, ami meg is hozta a sikert. A Zrínyibe ott volt egy csomó olyan feladat, ami megcsavarta az agyamat, és kevés volt az, ami kis újból ment. A kengurunál hát volt nehéz is, de nem volt annyira nehéz, mint a Zrínyi, és volt könnyű is, de az könnyebb volt, mint a Zrínyinél. És egyébként hogy készültetek tanítónénivel erre a versenyre? Sok feladatot megoldottatok? Hát igen, nem feladatlapból, hanem könyvből oldottunk meg feladatokat. Azok is nehezek voltak, és voltak köztük ugyanúgy könnyűek is.
anyáik tudnak neked ebben segíteni? Vagy inkább más tájban segítenek, és nem a matematikában? Inkább más tájban, de néha azért ők is szoktak segíteni nekem. És mi az, amiben ők tudnak neked segíteni? Mi az, ami még érdekel a matematikán kívül? Az angol, az nagyon. Illetve még, ami nagyon érdekel, az a olvasás. És mit olvasol szívesen? Képregényeket nagyon sokat, illetve még húgomnak esti meséket. És milyen meséket szoktál olvasni neki, ami neked a kedvenced, vagy ami már neki lett a kedvence? Hát legfőképp olyanokat, amiket régebbről olvastak nekem, és azok nagyon szoktak neki tetszeni, és sokszor elalszik mese közben, miközben mondom neki, vagy sokszor végigvál, és utána alszik el. A matematikai, logikai feladatokat szereti, és az Rínyi Matematika versenyen megyei 9. helyezést ért el. Szerintem az egyik legnehezebb és legkönnyebb tantárgy is egyben, és nagyon szeretem, amikor nagyon megcsavarja az agyamat, és sokat kell rajta gondolkodni, és azt is szeretem, amikor kisújból mehet a dolog. És egyébként osztálytársaid mit szólnak ahhoz, hogy te ilyen kis matek zseni vagy? Hát sokszor gratulálnak, és sokszor fogják a fejüket, hogy ezt mégis hogyan. Legfőképp azok a diákok, akik ugyanúgy jó tanulók, ugyanúgy versenyeznek ugyanabban a versenyben, de viszont nem érnek el ilyen eredményeket. De ők is nagyon ügyesek nyilván. Akkor van az osztályotokban egyfajta ilyen rivalizálás is a matek területén? Igen. Vagy inkább mindenki segíti a másikat? Hát van, amikor mindenki segíti a másikat, vagy pedig van, amikor mindenki egyedül. És a tanítónénid ki volt az, aki fölkészített a versenyre? Mind a kettőt mondjam. Borsosné Herceg Gyuritné és Horváth Éva Jennifer tanárnénik. Természetesen ő sem mindig matematika feladatokat old meg, más tárgyakat is szeret, és abból is jeleskedik. Legfőképp angolra nagyon szeretnék menni, illetve még, hát, olvasásra, de azon már voltam. És az olvasásban mi tetszik neked? Miért olvasol? Tehát a testvéreden kívül saját magadnak is olvasol, de miért tartod fontosnak, hogy olvassál? Egyrészt szerintem a kreativitás azt növeli szerintem, ez egy ilyen saját példa, illetve még nekem az is tetszik az olvasásba, hogy nem lehet megunni. Hát akkor azt gondolom, a tanulás sem lehet megunni, hogy itt téged hallgatlak, de mi jelenti a kikapcsolódást? Barátokkal hova mentek, focisztok, mit csináltok? Legfőképp barátokkal, általában az udvaron ki szoktunk kosárlabdázni, de le van szedve a kosárpalánk, úgyhogy máshogyan, illetve még magamon, hát legfőképp, amikor van egy jó idő, akkor kint játszok, hogyha nincsen, akkor a húgommal játszok, hogyha a húgom alszik, akkor, és nincsen jó idő, akkor pedig oda fent Xboxozok, vagy pedig animációt készítek. Az animáció készítés az többször szokott lenni. Már várja a nyári szünetet is. A Tiszató egyik legsportosabb eseménye a Decathlon tavinapok június 26-án ismét sporttal tölti meg Tiszafüred félszigetét. 30 különböző aktivitás közül lehet majd választani, a szaptól kezdve a buborékfocin keresztül egészen a nyaralóhajózásig. A Tiszató nyarának első nagy rendezvénye a Decathlon tavinapok, ami 2 év kihagyás után idén ismét várja a sportolni vágyókat. A programnak idén is a Tiszató fővárosának becézett Tiszafüred ad helyet, ezen belül is a Morotva kerékpáros félszigeten kell majd keresni a június végi zsongást. Az ingyenes aktivitásokra, azaz a kipróbálható mintegy 30 különféle sporttevékenységre előzetesen regisztrálni kell majd. Ennek részleteiről a rendezvény Facebook oldalán lehet tájékozódni a napokban. Ahogy azt az esemény sajtótájékoztatóján Huba Imre, a Jászhegyszolnok megyei közgyűlés elnöke elmondta, nagyon jó látni, hogy ennyi sportos program van a Tiszatónál és Tiszafüreden. Megemlítette azt az adatot is, hogy az elmúlt 2-3 év legnagyobb nyertese a Tiszató volt, hiszen a szabadban való sportolás minden helyzetben nyerő.
Újvári Imre Tiszafüredváros polgármestere elmondta, mindig arra törekszenek a városban, hogy minél több és minél minőségibb sportolási lehetőséget nyújtsanak az itt élőknek. A turistákra is gondolnak természetesen, és folyamatosan monitorozzák a felmerülő igényeket. Ennek köszönhetően új evezős vízi eszközökkel fog bővülni a strand, aminek a környéke rengeteg szabadtéri mozgásformának ad lehetőséget. Többek közt kiemelte, hogy a nemrégiben megújult szabadvízű strand mellett multisportpálya is található, ami több lehetőséget ad a kikapcsolódásra, sőt nemrégiben emellett adták át a két teniszpályát is. Zsupányi Adrián, a Decathlon rendezvény szervező részlegének vezetője úgy fogalmazott, hatalmas a népszerűsége a tiszafüredi Decathlon tavinapoknak, ahogy az azt megelőző héten szintén itt megrendezésre kerülő Decathlon rócsónak is. Hódi György, Tiszafüred turisztikai tanácsadója és a Decathlon tavi napok szervezője elmondta, nagyon örül, hogy két év kihagyás után ismét meg tudják szervezni a program kavalkádot. Mint fogalmazott, a pandémia ideje alatt sajnos nem tudták megrendezni, de most újult erővel is rengeteg aktivitással várják a látogatókat az eddigi legnagyobb Decathlon tavi napokon. Ahhoz, hogy részt lehessen venni az ingyenes aktivitásokon, előzetesen kell regisztrálni egy erre a célra létrehozott űrlapon. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!